kötés függőleges szélén a szemek felszedéséhez a kötőtűt a sorok szélszemei közé szúrjuk be. A munkaszálból egy húrkot képezünk, és mindkét végét megtartva áthúzzuk a szálat a kötés színére. Mivel a szemek szélessége nagyobb, mint a magasságuk, nem szükséges minden sorból felszedni egy-egy szemet. Ehelyett meghatározott arányban szedjük fel a szemeket, például 4 soronként 3 szemet. Azaz felszedünk 3 szemet, majd egyet kihagyunk. Így az utólag felszedett szemekből készült kötött toldalék is egy síkban helyezkedik el az eredeti darabbal. Így szedjük fel végig a szükséges számú szemet a darab széle mentén. A kötés mintánk leírásából általában kiderül, hogy milyen arány szerint dolgozzunk.